Kevesebb mint egy hónap van hátra az előrehozott választásokig az Egyesült Királyságban. A kisebbségben kormányzó konzervatív párt a parlament bénultságára hivatkozva írt ki új választásokat. A többi között annak érdekében, hogy a Brexit ügyében megoldás születhessen. Televíziós vitában ütközött Boris Johnson konzervatív miniszterelnök a legnagyobb ellenzéki erő a munkáspárt vezetőjével Jeremy Corbynnal. A vita első fél óráján a központi témája a Brexit volt, majd olyan belpolitikai ügyekről beszéltek, mint az egészségügy finanszírozása és az Egyesült Királyság országainak uniója. A vita során Johnson azzal vádolta a munkáspárt vezetőjét, hogy rendszeresen kitérő választ ad arra a kérdésre, hogy a bennmaradás vagy az unióból való kilépés mellett kampányol. Corbyn úr megpróbálja leplezni a Brexit politikájában tátongó űrt, és nem hajlandó arra a kérdésre válaszolni, hogy melyik oldalon áll, mondta a miniszterelnök. Világossá tettem a pozíciómat, egy népszavazást tartunk erről, tárgyalásokat fogunk folytatni, és tiszteletben tartjuk az eredményt, válaszolta a munkáspárt vezetője. A jelöltek vitáztak az Egyesült Királyság politikai uniójának kérdéséről is. A miniszterelnök azt mondta, a munkáspárt a kormányzáshoz szükséges többséghez a skót nemzeti párttal kötne szövetséget, akik új népszavazást sürgetnek Skócia helyzetéről. A karácsonyi időszakra tekintettel a moderátor azt a kérdést is feltette, hogy a jelöltek mivel ajándékoznák meg egymást. Jeremy Corbyn a Karácsonyi ének című Dickens könyvet adná Johnsonnak, hogy, mint mondta, megértse, mennyire rossz szereplő az uzsorás Scrooge. Válaszul a miniszterelnök a saját Brexit megállapodását ajánlotta jó olvasmányként. A közvéleménykutatások szerint a konzervatív pártnak jelenleg 42%-os a támogatottsága, szemben a 32%-on álló munkáspárttal.